A környéken élők és a Tiszavasvári úti felüljárón közlekedők pontosan nyomon követhették az elmúlt években, amit ez a kisfilm bemutat néhány percben. Hogyan épült fel a semmiből a nyíregyházi atlétikai centrum? Az egykori NVSC pálya területe még 2010-ben került a MÁV-tól a város tulajdonába, majd 2015-ben a Modern Városok program keretében indulhatott el a beruházás. Noha a komplexum néhány hónapja elkészült és korosztályos bajnokságnak és nemzetközi utánpótlás megmérettetésnek is otthont adott már, hivatalos átadójára csak kedden került sor. Soha ilyen infrastruktúrát nem használhattunk, nem avathattunk ebben az országban. Az Atlétikai Szövetség elnöke, akinek aktív sportolói pályájában fontos helyszín volt Nyíregyháza, az ünnepségen azt hangsúlyozta, Magyarország korábban mostoha körülményekkel rendelkezett a fedett pályás atlétika terén, a helyzet azonban sokat javult az új létesítménnyel. Szavai szerint bár nehéz a fiatalok körében kedvet csinálni az atlétikához, már látszanak az ezért tett munka eredményei. Közel 30%-kal emelkedett az atlétikával megismerkedő és foglalkozó gyerekek száma egy év alatt, ami nagyon nagy növekedés. Nem biztos, hogy belőlük atléta lesz, sőt, nem is ez a terv, hogy belőlük atléta legyen elsősorban. Nyilván örülünk neki, ha minél többen a sportágat választják. De az atlétika, mintán ugye három alap mozgásformából tevődik össze, ez mindennek az alapja, és minden sport hasznosítani tudja a megfelelő időszakban. Gátfutás, súlylökés, magas és távolugrás, ezeknek a sportágaknak is helyet biztosít az új csarnok. Ez egy ünnep az atlétika sportágnak, ünnep a magyar sportnak is. A sportért felelős államtitkár arról beszélt, az atlétikát már eddig is sokan választották a városban, az új centrum pedig még több fiatalt vonzhat be a sportágba. Szabó Tünde azt mondta, a cél, hogy minden gyermek sportoljon, az atlétika pedig, mint alapsportág ebben fontos szerepet játszik. Minden kisgyermek ezzel kezd, hogy az atlétika pályán, vagy esetleg bármelyik szakába kipróbálja magát, és igazából, hogyha nem is marad az atlétika sportágban, minden sportág örül neki, hogy egy atlétikus gyermeket kap, hogyha éppen sportágválasztásról van szó. Az első osztályú nemzetközi minősítéssel rendelkező centrum nem csak a versenysportnak, hanem az utánpótlás nevelésnek is fontos bázisa lehet. Edzőtáboroknak biztosíthat helyszínt, de a rekordtán futópályáját a városban élők is használhatják. A helyiek számára, itt a kertvárosiak számára, vagy akár a város bármelyik területéről ide lehet jönni, hiszen kulturált lehetőség van szabadidősportra, futásra, mozgásra, és tudjuk, mozgás az életet jelenti, hiszen Nyíregyháza egy sportos város, benne van a szabadidősport, benne van az utánpótlás nevelés, és itt van az élsport, a versenysport. A város polgármestere azt emelte ki, a beruházás nem csak a sportolókat, a helyi cégeket is segítette. Mint mindegyik nyíregyházi beruházás szinte helyi cégek által valósul meg. Ez jelenti azt, hogy a tervezőcsapat helyi, a kivitelező, a műszaki ellenőrcsapat, és ez egy külön öröm és jó érzés, hogy a városunkban egyrészt, hogy ilyen szakemberek vannak, akik ilyen kiváló, modern, színvonalas létesítményt tudnak megtervezni, megvalósítani. Másrészt meg egy jó érzés is, hogy tudjuk erősíteni a helyi cégeket. A 7,5 milliárd forintból megépült európai szintű létesítményben jól felszerelt tágas edzőtermek is a sportolók rendelkezésére állnak. Az öltözők, szertárak és orvosi szobák mellett pedig egy online közvetítésekre alkalmas stúdió is helyet kapott benne. Az épület együttesben emellett 48 fő elszállásolására is lehetőség van. A szurkolás élményéről a csarnokban egy 600 fős, míg szabad téren is egy közel ekkora lelátó gondoskodik. A közel 12 ezer négyzetméteren elterülő centrum a hétvégén az atléták fedett pályás országos bajnokságának biztosít helyszínt, később pedig nemzetközi versenyeknek is otthont adhat. Remélik, hogy a komplexum hozzájárul ahhoz, hogy Nyíregyháza ismét a sportág egyik fellegvárává váljon.